nem számítanak tumultusra halottak napja alkalmából a pécsi köztemetőben, mivel sokan már most hétvégén lerótták kegyeletüket szeretteik sírjánál. A megnövekedett forgalomra azonban készülnek, így péntek óta több helyen lehet megállni a temető körül. Itt nagyon fontos megemlíteni, hogy ugye november 1-én és 2-án csak mozgáskorlátozotti kártyával lehet magába a pécsi központi köztemetőbe behajtani. Ezt mind a rendőr kollégák és a közterület felügyelt kollégái nagyon szigorúan ellenőrzik, hogy csak és olyan autók jöhessenek be, akiknél vagy a vezető, vagy a szállított személy mozgásban érvényes mozgáskorlátozotti kártyával rendelkezik. A temetőben egyébként megerősített biztonsági szolgálat lesz. Ennek ellenére mindenkit arra kérnek, hogy fokozottan ügyeljenek értékeikre. A főbejárat melletti nyilvános vécén túl gyakorlatilag mobil vécék állnak rendelkezésre, a Siksósi úti déli virágos és legdéregi bejárat mellett, akkor gyakorlatilag a Szellemváros felül részen az urnacsarnok mögötti porcelánsarokban, illetve a Nagy Árpádi út felől az autós bejárattal szemben elhelyezkedő virágkötészetünk mellett, és a temető északi oldaláról pedig a Intespáros kis bejáratunkkal szemben helyeztünk el mobil WC-ket. A pécsi köztemető november 9-ig minden nap reggel 6 órától este 8 óráig van nyitva.